Akkor jó a jó hajó, ha jó a hajó, hajó vitorlája. Nyelvtörőkkel is meg kellett birkózniuk a Széchenyi István Gimnázium tanulóinak, akik Takácsné Csór Marianna logopédus szakértő előadásán vettek részt. A rendezvényt a Logopédia Nemzetközi Napja alkalmából szervezték. Mint azt a szakértő elmondta, a logopédia nem csupán a beszédhibákkal vagy a hadarással foglalkozik, hiszen az az információ jobban célt ér, amely szép és tiszta, érthető stílusban hangzik el. Takácsné Csór Marianna említette a középiskolás korosztályban elkövetett leggyakoribb hibákat is. Az a az névelők helytelen használata, a ragok elnyelése, a ba, be, ban, ben helytelen használata, szembeötlő nyelvfejességi hibák, és beszédértési, beszédészlelési hibákból eredendően nem beszélnek megfelelően. Hozzátette, ezek a hibák több okra vezethetőek vissza. Lehetnek nyelvi gyengeségek, öröklött hibák, de a környezet szerepe sem elhanyagolható. Mint mondta, nagy szerepe van annak, ki hogyan képzi magát és hogyan tanul. Nem nyelvtani, nyelvi gyengeség lehet familiáris, tehát öröklött, a gének, amiket hozunk magunkkal, és a környezet szerepe plusz-minusz 20%. Tehát, hogy ki hogyan, milyen környezetben él és nől fel, hogyan képzi magát és hogyan tanul. Sokat számít. A Széchenyi István Gimnáziumban rendezett eseményen nem csak az iskola diákjai, hanem Fejér megyei logopédusok is részt vettek nézőként. A foglalkozás a tanulók bevonásával zajlott, akik különböző gyakorlatokon fejleszthették a kommunikációs készségeiket.